Időutazók Az időbe érkezésünk, teremtés, és az időben való utazásunk, élet során egy adott pontig való eljutását nevezhetjük a várakozásban eltöltött időnek. Életünk a várakozások sorozata, ugyanis szüleink arra vártak, hogy megszülessünk, mi pedig arra, hogy felnőjünk, hogy vágyainkat, álmainkat beteljesítsük. Várakozásunk lehet tudatos vagy tudattalan. Tudatosan várakozunk, amikor tudjuk elvégzendő feladatainkat, tudjuk, hogy időutazók vagyunk az egy által számunkra kijelölt térben és időben, azokkal az emberekkel együtt, akiket az egy mellénk rendelt. Minden napi imánk is arról kellene szóljon, hogy ad Uram, hogy ma is elvégezhessem azokat a feladatokat, amiket rám bízol. A tudattalan várakozó mindezekről nem tud. Tudatos várakozásunkban felébredetnek, ébernek kell lennünk, hogy a jelenben, a pillanatban éljünk, és ne lefokozott tudattal, tudatlansággal, nyitott szemmel egy álomvilágban. A várakozás feltételezi az alázatot, a beteljesítés utáni vágyat, a kiszabott feladat elvégzését, amikor arra is várunk, hogy a következő megbizatást is teljesíthessük éberség nélkül nem vesszük észre a megbizatás üzenetét, vajon felgyorsítható a várakozás? Ha párhuzamosan ötféle dolgot teszünk, gyorsabban élünk? A várakozást lehet gyorsítani, csak nem érdemes. A tudatos várakozó kivárja a sorát mindennek, mert tudja, hogy minden akkor történik meg, amikor annak eljön az ideje. Az írás így fogalmaz: abban az időben. Általában várunk arra, hogy lefeküdjünk, majd reggel felkeljünk, hogy megfőjön a reggeli kávé, hogy elinduljon a számítógép, megérkezzen a metró, és hogy munkába érjünk. Mindezekhez idő kell. De a legtöbb időt, egy egész életet kaptunk arra, hogy a boldogságot, gondviselést, kegyelmet, szeretetet megtapasztaljuk. Hogy felébredjünk, és az Egyel közös, transzcendens tudatban éljünk. A várakozáshoz alázat, türelem, összeszedettség, koncentráltság kell, hogy figyelmünket, várakozásunkat arra fordítsuk, amire érdemes. Ha időnket érdemtelenül az Egytől távol eső dolgokra pazaroljuk, akkor nem tudunk a lényegre koncentrálni. Szórakozottak leszünk, szétszórjuk magunkat, és eltékozoljuk a ránk bízott szakrális időt. Ha állításunk igaz, hogy az ember idő és fénykoncentrátum, akkor igaz az is, hogy életünk önmagunkban való utazás, ami tudatos vagy tudattalan állapotunknak megfelelően érzékelünk. Megjegyzés. A teremtés könyve nem szól az idő teremtéséről, csak a fényről, ami azt jelenti, hogy az idő és a fény megjelenése egyszerre történt, illetve a fény az idő és az idő fény. A fizika az időt valamilyen rendszer entrópiájának növekedéseként, vagy két energiaszint közötti átmenet sugárzásaként, kapcsolataként értelmezi. Továbbá az idő akkor létezik, ha mérhető. Tehát mennyiségi. A fizika a tudománya nem beszél a nem mérhető minőségi időről, az örök időről, ahol nincs mozgás, tehát változás, csak mozdulatlanság, vagyis tér. Az egy a szakrális és teremtett időt ránk bízta. Azért, hogy mindig egy újabb esélyt adjon arra, hogyha ma valamit nem sikerült megoldanunk, holnap megoldhassuk, és így visszatérésünkben lépésről lépésre egyre közelebb jussunk az egyhez. Mindig kapunk időt arra, hogyha hibáztunk, azt kiavíthassuk, hogy egyre tökéletesebbek legyünk. Ez a szakrális idő szabad akaratunk gyakorlásának ideje is. A lélek szabad akaratán múlik, hogy a visszatérést, megtérést, visszafordulást, rendbetételt, a horizontálisból, a vertikálisból való feltámadást önmagában elindítsa, hogy másodszor, immár szellemben megszülessen, és elinduljon az univerzális, egyetemes énnyének szellemének felemelkedése útján. Szellemünk visszavágyódása az univerzális létbe, az újrakötést, religiót, nem vallást, az egyel való új egység kialakítása jelenti.